Nagy szeretettel köszöntöm a túlélőket, akik kitartottak és itt vannak még most is. És először is gratulálok nektek. Emberpróbáló nap volt eddig is, és azt gondolom, hogy megérte itt ülni, és megérte itt lenni. Süssön a nap, essen az eső, mindegy, mert fejlődni jöttetek, fejlődni kényelmesen viszont nem lehet. Na, ezt ma meg is mutatta nekünk az élet. De óriási dolog, hogy ekkora szerencsénk van, hogy mégiscsak lett egy rendezvény, ahol végre találkozhatunk, ahol végre lehetőségünk van ünnepelni azokat a sikereket, amiket, de jó sör is jár, amiket az elmúlt időszakban halmoztunk fel. És hát azt szokták mondani, hogy az Isten a legjobbjaira bízza a legnehezebb feladatokat. Néha bízhatna egy kicsit kevésbé is. És azt gondolom, hogy egy ilyen pillanat után beszélni a különleges dolog, hiszen nem minden sikernapon avatnak egy gyémántházas párt, pláne nem azt, aki a közvetlen felső vonalatok, vagyis nekünk, meg sokatoknak. Tehát jó könnyű ezután szóhoz jutni és beszélni, de majd megpróbálom, és még egyszer Rita István, gratulálunk. Na és akkor ennyit a cukiskodásból. Most akkor beszéljünk arról, hogy ti hogy lesztek gyémántok, vagy hogy lesztek azok, akik lenni akartok. Mert én arról szeretnék nektek beszélni, hogy amikor bekerültél akár erre a rendezvényre, vagy ebbe a vállalkozásba, akkor valamilyen oknál fogva úgy döntöttél, hogy te szeretnél valamit az élettől, vagy szeretnél valamit a Forever üzlettől. És néhány tanáccsal szeretnék nektek szolgálni, és az első az, hogy ne áruld el magad sose. Ne áruld el magad csak azért, mert mások azt mondják, hogy ez hülyeség, vagy mert azt mondják, hogy nehéz, vagy mert valakinek nem sikerült, és ő megpróbál téged lebeszélni. Ne áruld el magad azért, mert a családodban nem támogatnak esetleg, mert ő nekik fogalmuk sincs arról, hogy benned mi van. Vagy legalábbis nagyon sokszor fogalmuk sincs arról, hogy benned valójában mi van. És hogy te mit akarsz, hogy hogyan szeretnéd élni az életedet, hogy minél álmodsz, hogy mi az, ami neked valójában fontos. Azt szeretném, hogyha át tudnám nektek adni, hogy ebben az üzletben tényleg bármire képes tudsz lenni. Abban a pillanatban, hogy átléped a saját árnyékodat, és elkezdesz azzal foglalkozni, ami valójában lényeges, és valójában fontos, abban a pillanatban elkezdenek majd felépülni körülötted a sikerek. A legtöbb ember, akivel dolgozunk, meg azok is, akikkel nem dolgozunk, általában azért nem sikeres, mert ő maga nem akar az lenni. Ez a nagy helyzet. Nem azért nem sikeres, mert nem támogatja a családja, nem azért nem sikeres, mert nem kap elég támogatást a mentorától, vagy a felső vonalától, nem azért nem sikeres, mert nincs termék a raktárba, nem azért nem sikeres, mert tudom én, nem beszél 8 nyelvet, nem azért nem sikeres, mert nincs diplomája, nem azért nem sikeres, mert ki tudja még hány dolgot tudnak az emberek felsorolni, hogy én azért nem, ő igen, de én nem. És amikor ezt felfogod, azt a pillanatot, hogy egyébként mindened megvan ahhoz, hogy sikeres legyél, csak van némi tennivaló. És hogyha a tennivalóval kezdesz foglalatoskodni, akkor meglepő módon elkezd majd a siker feléd áramolni. És persze nagyon óvatos vagyok ezekkel a szavakkal, hogy áramolni a siker, mert még a végén azt hiszik, hogy ez úgy magától majd csak úgy rámömlik. Ami nem így fog következni, ezt sajnos el kell, hogy mondjam, mert előtte jó sokat teszel érte, hogy ki tud lukasztani a sikernek a léket verjél a siker hordóján, hogy a fejedre ömöljön a siker. És bizony ez idő, munka és cselekvés. De a lényeg, te vagy. Tök mindegy, ki mit mond, tök mindegy, ki mit gondol. Ez a te életed, senki másé. Senkinek nem fogod tudni majd azt mondani, hogy én azért nem lettem sikeres, mert volt egy szomszédom, aki megmondta, hogy én erre nem vagyok képes. Hát igen, mindenkinek van ilyen szomszédja. Gondolod, hogy nekünk nincs? Mindenkinek van ilyen családtagja. Nekünk is. Na és? Nem tud helyetted cselekedni úgyse. Egy dolgot tud tenni, megakadályoz téged abban, hogy elérd azt, amit akarsz. És tudjátok, vannak nagyon, fájdalmas pillanatok, amikor az ember ráeszmél, hogy lehet, hogy nem rá kellett volna hallgatnom.
amikor valami olyat nem tehetsz meg, amit nagyon-nagyon megszeretnél. És ez nem feltétlen pénzkérdés. Jó, persze, nyilván fontos, hogy az embernek legyen pénze, de nem csak pénz, mert én láttam már nagyon sok gazdag embert, aki nagyon boldogtalan volt. Arra a következtetésre jutottam, hogy önmagában a pénz kevés. Meg láttam már olyat is, aki nagyon szegény és boldog. Összezavarodtam. Hogy most akkor, hogy is van ez? Hogy a boldogság képessége miből fakad? És hogy vajon jó dologhoz kötöd-e a boldogságot? Vajon jó dologhoz kötjük-e a boldogságot? Addig, amíg te ebben az üzletben bárki mással foglalkozol saját magadon kívül, tudd, hogy veszíted az energiádat. Folyamatosan. Ha azon dühögsz, hogy a másiknak mi van, meg mi nincs, meg miért halad, meg miért nem halad, meg miért úgy halad, de én jobban haladok, ő kevésbé halad, mégiscsak jobban haladok, és azt vizslatod, hogy a másik mit csinál, és az téged nem inspirál, mint hogyha lapáttal dobálnád ki az energiádat az ablakon. És nem azzal foglalkozol, amivel kellene. Mert semmi mással nem kéne foglalkoznod, csak azzal, hogy te hogyan legyél sikeres. És ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, ezt azért mondom el nektek, mert nekem nagyon sokat segített, hogy légy kezdő, de örök kezdő. Mert sikeres leszel, egyre sikeresebb, és a sikerességnek van egyfajta, hogy is mondjam, mondhatnám, hogy terhe, de nem a legjobb szó rá, hanem van egy súlya a sikernek. És a kezdő szellem világosságával tudod ezt elvenni, hogyha mindig mindenhez úgy állsz hozzá, hogy na lássuk. Mert amikor az ember azt gondolja, hogy megismerik, tudják ki ő, akkor beleesik abba a csapdába, hogy hát ő neki tökéletesnek kell lennie, mert engem meg mindenkinek. Majd tudni fogják, hogy én ki vagyok, és én meg nem hibázhatok. De ha megőrzöd azt, hogy a kezdőként gondolkodva, tök mindegy, hány hibát fogsz véteni. Úristen, hány hibát vétettünk, hány baromságot csináltunk, hány marhaságba kezdtünk bele, aminek semmi haszna nem volt ránk nézve. És mégis olyan fontos dolgokat tanultunk meg a nehéz helyzetekből, amit sose tanultam volna meg akkor, ha könnyű. A legeslegjobban a nehéz helyzetben és a fájdalomban lehet fejlődni. És amikor az ember megszereti ezt az egészet, szeresd meg, hogy nemet mondanak. Szeresd meg, hogy hülyének néznek. Szeresd meg, hogy nem fogadja el mindenki azt, hogy te forever üzletet építesz. De egyébként teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mert bármit csinálhatsz, ha csak egy kicsit is elkezdesz kilógni a sorból, úgyis ezt fogják mondani. Tök mindegy, hogy mi az, amit csinálsz. És rengeteg olyan ember van, aki máshogy dönt a forever út mellett, és azt gondolja, hogy valami másfelé visz az útja, és nem folytatja ezt az üzletet. Ebből kétfajta ember létezik, az első a gyakoribb, a második a ritkább. Az első, azt valaki elfordítja. Vagy lehet, hogy ő saját magát is. Egyszerűen kétségeket táplál, és a kétségeken haladva meggyőzi saját magát arról, hogy ez neki nem való. Őket nagyon nehéz szívvel lehet elengedni ebből az üzletből, mert tudjuk és látjuk, hogy igenis helyük lenne itt. És van a második fajta ember, aki pedig rengeteget tanul a forever üzletben, rengeteget tanul a gondolkodásmódjáról, és megtalálja a saját útját, és valami olyat kezd el csinálni, amit szenvedélyesen szeret. Na, őket meg könnyű szívvel lehet elengedni, hiszen megvan az, amiért dolgunk volt az életébe addig, amíg kérte, hogy kísértük, és barátságban más irányt vesznek az útjaink. És hogyha mindig mindenben kezdőként gondolkodsz, hidd el, a lehetőségek tárháza ezerszer szélesebb lesz. Mert ha mindig mindent jól akarsz csinálni, csak azokat a lehetőségeket veszed számításba, amiben nem tudsz hibázni. És ha nem tudsz hibázni, akkor soha az életben nem született volna meg az online hálózatépítés, ha nem tudtunk volna hibázni. Vagy lehet, hogy megszületett volna nyilván más által, aki meg tud hibázni. És hát az élet maga, ez talán olyan, mint ez a kanyon. Tele van fényesebb, sötétebb részekkel, tele van utakkal, útvesztőkkel, nehézségekkel, amiket ha egyszer elfogadsz és megszereted, hogy ez az élet része, ez az élet maga, akkor egyszerűen élvezni fogod ezt az egészet, hiszen élvezni kell, ahogy Barbara Máténak mondta, hogy fiam, az életet nem megoldani kell, hanem élvezni. Egy okés élete bárkinek lehet. Egy olyan életed, ami pont elég langyos ahhoz, hogy nem mozdulj ki. Pont elég okés ahhoz, hogy nem mozdulj ki. Egy okés kapcsolat, egy okés forever üzlet,
Egy okés élete bárkinek lehet. De ha elköteleződsz amellett, hogy egy különleges életet akarsz élni, akkor sokkal-sokkal-sokkal több van az életedben. Ha elköteleződsz amellett, hogy nem alkuszol meg, ha elköteleződsz amellett, hogy hello élet, itt vagyok. Ha azt mondod, hogy igen, belemerem magam adni, és elköteleződsz azon az úton, akkor nem egy okés életed lesz, hanem sokkal-sokkal több. És azokat a gondolatokat hoztam el nektek, amin mi megyünk át folyamatosan, a lelkemet, a szívemet, mindenemet, és azt, hogy mi az, ahol most mi járunk, ahol, amit ez az egész forever út és az életünk azóta ad nekünk. Az első legfontosabb, mikor rájössz, és tényleg megérzed azt, hogy az élet, amit élsz, valójában véges. Amikor megérzed azt, hogy nincs időt halogatni, nincs időt szabotálni, nincs időt félni, mert fogalmat sincs, hogy meddig élsz. És mióta Máté az életünkben van, ez a gondolat egyébként úgy nem mint egy ijesztő gondolat, de mégis többször van a fejemben. Nem tudhatom, hogy meddig kísérhetem, nem tudhatom, hogy mit ad a jövő. Egyetlen egy dolgot tudhatok, beletenni mindent a mostba, beleadni magam igazán az életbe, beletenni magam igazán úgy az üzletbe, úgy anyaként, úgy párként, nem félelmek által, nem megfeszülés által, és nem halogatás által, és nem a negatív hiedelmek által félgőzzel élni, hiszen az első, legfontosabb, amit tehetek, beletenni mindent aznapba. Hiszen az élet igazából pontosan azokból áll, hogy mennyit szeretsz, mennyit mosolyogsz, mennyit nevetsz, mennyit vagy nyitott érzésekkel, tényleg mennyi az, amikor igazán beleteszed magad az életbe, amikor igazán beleadod magad a folyamatba. Nekünk a Forever sikerünk egyik legnagyobb része az, hogy minket olyan elvek vezérelnek, hogy csak egészen mert félig nem tudok. Vagy hogy nem szürkének születtél, vagy hogy do it with passion or not at all. Tedd bele magad igazán, azért vagy itt, hogy nagyszerű életet alkoss magadnak, azért vagy itt, hogy mindent kihozz az életedből. A második, mindent elérhetsz, amit meg tudsz álmodni, ami a fejedben van, amire vágysz. Ha egyetlen ember elérte, ha egyetlen ember megcsinálta, vagy legalább hasonlóan úton van, még ha nem is azt elérte, de legalább úton van afelé, akkor ez számodra bizonyíték, hogy igen, meg lehet csinálni. És amikor elindultunk, ezt már akkor hoztam magammal ezt a gondolatot. Itt vagytok sokan asszisztent szupervájzorként, vagy szupervájzori útatok elején. És lehet, hogy sokan azt mondják, hogy jaj, hagyd már, annyit dolgozol ezzel, nem látod, nem jön az eredmény. Meg őnek is a sikerült, és őnek is sem sikerült. És én is megkaptam ezeket a félelmeket, korlátokat, ezeket a negatív hiedelmeket. És én már akkor azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy hányan hagyták abba az álmaikat. Miért rájuk nézek, ha egyetlen ember van, aki ezt az üzletet felépítette, ez az üzlet felépíthető. És én ezt meg fogom tanulni. Ha egyetlen ember megcsinálta, akkor te is képes vagy rá. Képes vagy rá, ha végigmész az úton. Képes vagy rá, ha vállalod az utat mindenével együtt. Hullámvölgyével, hullámhegyével együtt. Ha azt mondod, hogy nem csak a kényelmes kell, ha azt mondod, hogy nem csak a könnyű kell. Ha azt mondod, hogy készen állok arra, hogy változtassak, és megteszek mindent, ami rajtam múlik. Ha azt mondod, hogy nem tudom, hol lesz nehéz, nem tudom, mikor lesz nehéz, nem tudom, mikor leszek a padlón. Egyetlen egy dolgot tudok, fel fogok állni. És ha 10-szer a padlón leszek, 11-szer fogok felállni. Mert a valóságodat te alkotod. Nincs olyan, hogy valóság. Minden, ami az életedben megérés, az az életed. Ez rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy kudarcnak éled meg, vagy tanulásnak. Rajtad múlik, hogy összetörik a szíved, vagy azt mondod, hogy ez egy karakterépítő időszak nekem. Rajtad múlik, hogy mikor nehézséged van, akkor azt mondod, hogy szomorú vagy-e. Vagy azt mondod, hogy a boldogság az ezen sokkal-sokkal több. És igenis a nehézség alatt is tudok boldog lenni. Mikor rájössz, hogy a nehézség az nem a boldogság ellentéte. Mikor megtapasztalod majd egy-két életpofon után, hogy a nehézségben tudsz a legintenzívebben fejlődni, ha hagyod magad belállni a folyamatba. Ne alkudj meg, és ne veszíts a fényedből azért, mert más zavar az, amivel tündökölsz, amiben hiszel. Amikor nehéz, akkor is igenis merj beleragyogni a világba. Rengeteg embernek van nehézsége, amiről nem tudsz, csak mikor a tied van, akkor azt hiszed, hogy miért pont velem történik mindez? Biztos én nem vagyok erre képes, biztos nem ez az utam. A nehézség az életed egyik legnagyobb ajándéka. Ott születsz újjá, ott teszel le olyan dolgokat, amire már rég nincs szükséged, és ez fáj. Fáj megválni dolgoktól, fáj megválni negatív szokásoktól, fáj megválni hiedelmektől, amiket még bástyába védtek téged. Fáj elengedni magad, fáj letenni sokszor a félelmet. De ez mind-mind olyan dolog, amitől egyre
stabilabban ragyogsz majd azon a színpadon, egyre stabilabban ragyogsz majd az életbe. A boldogságot pontosan ezeken a nehéz pillanatokon épül fel. Merj ragyogni, mert azok, akik látni fogják a ragyogásodat, akik megérzik ezt az energiát, erőt kapnak belőle, és ők lesznek a csapatod, és együtt fogtok ragyogni. Következő, ami nagyon fontos, ha valami nem tesz boldoggá, ha nem okoz boldogságot, akkor nem jó úton vagy. Az életed nem más, mint a megéléseid összessége. Ha az, amit csinálsz, az, amiben élsz, az, ahol vagy, nem tesz téged boldoggá, akkor fel kell tenned azt a kérdést, hogy ez, amit most csinálok, jobbá tesz-e? Ez, amit most csinálok, elvezet oda, ahol majd boldog leszek. Nem az számít, hogy nehéz-e. Az számít, hogy boldog vagy-e, miközben te építed az üzleted. Az számít, hogy boldog vagy-e, miközben élet az életed. Az számít, hogy minden nehézségével együtt szereted-e azt, amit úgy hívnak, hogy élet. És ha túl sok olyan dolog van benne, ami nem tesz boldoggá, akkor gondolkozzál azon, hogy merj lépni. Gondolkozzál azon, hogy érdemes váltani, nem biztos, hogy élethelyzetet, lehet, hogy csak gondolkodásmódot, lehet, hogy csak a fókuszt érdemes megcserélni. A boldogság az, ami az igazán meghozza azt a tartós sikert, amire te vágysz. Légy önmagad mindig. Rengeteg ember éli úgy le az életét, és én is éveken keresztül ültem úgy, hogy csak meg akartam felelni. Sokkal inkább meg akartam felelni, mint megkerestem azt, hogy ki vagyok valójában én. Belefeszültem abba, hogy elég jó legyek. Belefeszültem abban, hogy olyan legyek, amit én hittem, hogy mások akarnak, hogy legyek. De igazán boldog, és igazán sikeres, és igazán stabil. Akkor leszel, mikor felmered vállalni önmagad, mikor szembe mersz nézni azzal, hogy nem kell, hogy megfelelj mindenkinek. Nincs annál rosszabb leélni egy életet úgy, hogy azt hiszed, meg kell felelned valakinek, leéled az életed, és rájössz, hogy hol voltam én. Merd megtalálni azt, hogy te miért vagy különleges. Hogy hol van a te miérted, hol van a te önmagad. Vissza a forrásba, vissza tényleg önmagadba. Felfedezni a saját erősséget, felfedezni a saját értékeidet. És azon megállva, büszkén belállni az életbe. Minden, ami igazán kell ahhoz, hogy te boldog és sikeres légy, benned van. Számtalan ember keresi és köti valamilyen külső körülményhez, majd ha meg lesz a menedzseri szint, boldog leszek, majd ha a gyerekek felnőnek, majd ha annyi időm lesz az üzletre, amennyit szeretnék, majd ha a párkapcsolatom. Felejtsd el a külső körülményeket, mert a boldogság minden egyes nehézség megélése alatt is ott van benned. És minden, ami igazán kell ahhoz, hogy sikeres légy, az ott van benned. Ne akarj máshoz hasonlítani, ne versenyezz mással. Tudd azt, hogy a legfontosabb dolog, hogy fókuszálj önmagadra, fókuszálj arra, amire figyelsz, fókuszálj az érzéseidre, fókuszálj a célodra, fókuszálj az utadra, és élvezd magát a folyamatot. Ne csak oda akarj érni. Számtalanszor mondom el a csapatnak, ne odaérni akarjatok, az egy pillanat. Az életed maga az út. Azt szeresd meg, a folyamatot szeresd meg. Emlékezz arra mindig, hogy az igazán fontos pillanatok azok, mikor boldog vagy, mikor érzed, hogy a helyeden vagy. És tudod, mi az igazán sok boldog pillanatot? Akár az üzletben, akár az életben. Tudod, mi fog igazán sok boldog pillanatot adni neked az elkövetkezendő években? Ha mersz. Ha leteszed a félelmeidet, ha azt mondod, hogy hello élet, itt vagyok. Itt vagyok, megérkeztem, ez vagyok én, ide tartok, tudom, merre tartok, teszem az utam akkor is, mikor nehéz, akkor is, mikor könnyű. Nem számít, hogy mikor lesz nehéz. Nem számít, hogy hányszor fogok elesni. Nem tudom, hogy hol fogok összetörni. Azt tudom, hogy a padóról is felállok. Azt tudom, hogy ha nehéz, ha könnyű, a boldogságom önmagamban van, és nem külső körülmények függvénye. Amikor megállsz, és azt tudod mondani, hogy itt vagyunk, ez a mi útunk. Minden nehézségével, mindennével együtt. És nagyon-nagyon-nagyon szeretjük. És én ugyanezt kívánom nektek. Szeresd magadat, szeresd az utadat, és légy nagyon-nagyon vágyakozó a jövődre. Köszönöm.
Bakos Barbara és Halmási Gerinc. Köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat.